már csak valakinek meg kellene gyere. Nem kell meglöpni. Típusú gőzlokomobil. Ez egy speciális hegyi változata a gőzlokomobiloknak. Ezt onnan lehet tudni, hogy van majd egy fék. A gépet méretéből kifolyólag akár két ló is a cséplés helyszínére tudta vonni. Így volt ez nálunk is, amikor első alkalommal megnézhetik ezt a működő gépet. Engeded a gőzt ide ebbe az előtérbe, itt van a sikkolatyúja, ugyanakkor van egy pillangó szerep, mint a régi benzines motorok hallgulátorjában, és ott alakulik be a centrifugál regulátor. Tehát a gőzt én beengedem, megkapja a gép, amikor a regulátor eléri azt a fordulatot, hogy a rugóerőt legyőzi, a két súlyerő, tehát a centrifugális erő, akkor azt a pillangó szerepet tolja visszafelé. Az a szabályozva ezt a 150 körüli percenként fordulat. Nyilván terheléssel másképp működik, akkor végig halod a tulajdonképpen a kipifogát. Akkor lehet végig hallani. Amikor indítom, akkor majd fogod hallani. A terhelést még végig ugyanakkor hallani. És gyakorlatilag üresen fog át, a súlyok mennek összefele, mert van. Nem győzi le a centrifugális erőt. És akkor áldom, akkor majd mindjárt elkapcsolja a fordulatot. És elérte a fordulatot, akkor már olyankor nem hallasz hangot, de ugyanúgy megy be a gőzt.
tengeres lesz. Nem a tengeres. Világos. Milyen nagy. Kerekcsel. És akkor? Ez az illozik, nem ő testidegen. Az az anyag, igen, beleveszett. Igen. Csak nincs rajta műsz. Két kettő. Az egyik fekete, a másik. Pont a De ahogy elijesztettek, este már hívott a egy cigányt, hogy... Nem,
Sziasztok! Kedves hölgyeim és uraim, azt szeretném önöktől kérni, hogy aki karcalaggal rendelkezik és ebédre jogosult, az legyen kedves, induljon meg a megszokott helyre, tehát a zsindelyes házba, föl kell menni az első emeletre, tetszett tudni a sárga épület, fogyasszuk el az ebédet, feszített tempóba, na jó, azért annyira nem kell sietni, de hogyha elfogyasztottuk, legyenek kedvesek ide visszajönni, adjuk át a helyünket a következő még éhes barátunknak, azért, mert 2 órától Mókus bemutatót fog tartani nekünk itt a kioszk székháza előtti útszakaszon, és nem szeretnénk, hogyha valaki azért maradna le róla, mert még éppen a körömről a kosit. Thank you.